Az, hogy az elefántok például nagyon ritkán lesznek rákosak, a cápák pedig szinte soha. Tud adni erre bármiféle magyarázatot? Beszéltünk az emberi sejtekben keletkező génhibákról, és arról, hogy a hibajavító rendszerek felelősek azért, hogy ezeket ki legyenek javítva. Ezeket a hibajavító mechanizmusokat egy fehérje felügyeli, illetve egy társulásban dolgozik. Ugye ezt a fehérjét a Genomunk őrzővédő Kft.-nek nevezik, és ez a fehérje emberben két génkópiával szerepel. Egyet apai, egyet anyait hoztunk. Megdöbbenve tapasztalták, hogy az elefántnak 20 féle ilyen fehérjéje van. Tehát ha ott az egyiket valami károsítja, genetikailag nyilván, akkor van még 19 másik, amit előhúz és azzal dolgozik.